ugye a római klub fogalmazta meg azt, hogyha a dinamikus növekedés és népességszám növekedés, gazdasági és társadalmi népességszám növekedés úgy marad, ahogy elindult a 20. században, akkor egyszerűen el fognak fogyni az erőforrások. A fenntartható növekedés az szerintem nem létezik. Növekedés van, meg vannak fenntarthatósági célok, és valóban a kettőnek meg kell találni a metszetét. Sem a technológia, sem a tudomány, sem az emberi szokásrendszer, sem a végtelen túlpörgetett fogyasztás nem támogatja azt, hogy ez a dolog sikeres legyen. Ugye a zöld átállásnál mondtuk azt, hogy a zöld átállás mögött még nincs akkor a technológiai vagy innovációs robbanás, mint ami egyébként egy csomó iparágban, mondjuk a digitális iparágban megzajlik. De szerintem, ahogy a probléma növekedni fog, hogy fel fog pörögni az innovációs háttere is, és a technológiai fejlesztési háttere is a zöld átállásnak. Az innováció le fogja reagálni az innovációs képességfejlődés, a gazdaság kényszert, vagy a bajnak a nagyságát utol fog érni ilyen szempontból. Magyarország a saját pozíciában, miután mindenben szegény, nyersanyagban, kritikus nyersanyagban, energiában, stb. Szerintem az átállásban nagyobb sikereket fog elérni, mint egy csomó nagy ország, tehát hogy lehet, hogy mi ennek az egész egyébként a nyertese leszünk. Pannon Egyetem nagyon tudatosan egy 3-4 évvel ezelőtt megfogalmazta, hogy miben szeretne világszínvonalon lenni, és egy egyszerű dolgot mondott, a fenntarthatóság és a körforgás témájának szeretne Magyarországon először, aztán Közép-Európában a meghatározó egyetemen lenni, és mindent emögé rendelt, a kutatásfejlesztési projektjeit ebbe az irányba szerkesztette át, olyan tudományos csoportokat hozott létre, ami ezt támogatja, olyan pályázatokat írt, nagy nemzeti laborpályázatokat, amiben ezen a területen nyert, és tulajdonképpen, amikor látszott, hogy az a képessége növekszik az egyetemnek, akkor összefogott a MOL-al, hogy segítse egyébként a hulladékgazdálkodással kapcsolatos átállásnak a kérdését, a körforgásnak az ilyen típusú értelmezését, majd létrehoztunk egy technológiai platformot is mögé, ami meg egy széles, már gazdasági, társadalmi, civil összefogást. Sok céggel dolgozunk valóságos fejlesztéseken, tehát körbe így kell elképzelni. Uh-huh. És közben a szabályozót, tehát a magyar államot pedig támogatjuk azzal, hogy az érintetteknek a véleményét megmutatjuk nekik. Tehát, hogy mindenben próbálunk segíteni annak érdekében, hogy sikeres legyen a modell.